Sziasztok, sziasztok! Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, folytatjuk a Mafia egy végigjátszást, és megcsináljuk az igazi első küldetést, vagyis az ellenséges bandát egy kicsit megleckéztetjük, elmegyük a kocsmájukhoz, és megsemmisítjük pár autójukat. Hú, hát nagy leckéztetés, igaz? De azért nem lesz olyan könnyű, higgyétek el, mivel elég szívás ez a küldetés, emlékszem rá. Mivel nem kaptunk más fegyvert, csak kizárólag egy baseball ütőt és néhány Molotov koktélt. Na, egyébként azt akartam mondani a játékról, hogy... Ja, ezt el akartam mondani nektek, hogy ha esetleg nem tudjátok, régebbi játékokat, nem tudom miért erre megyek, hozzá nem megyek, ugye? Újúj. Régebbi játékoknak a grafikáját egy kicsit fel tudjátok tupírozni úgy, hogyha nem akartok hozzányúlni textúra csomagokhoz, már nem akartok letölteni és berakni a játékba, és nem akartok különböző modifikációkkal bajlódni. Tudtok egy olyan egyszerű dolgot eszközölni a játékban, hogy például mondjuk nincs ugye némelyik játékban anozotrop szűrés, és nincs észcsimítás megfelelő mértékű, akkor olyat csináljatok, hogy a videókártyáitok beállításaiba keressétek meg ezeket az értékeket, és adjátok hozzá a Mafia, például mondjuk most a Mafia játékhoz ezt a funkciót, ugye felüljátok a játéknak a beállításait, és rákényszerítetek a játékra, hogy mondjuk legyen mondjuk 16-szoros anozotróp szűrés, és legyen mondjuk 8-szoros éjsimítás, ami például a Mafiában nincs be járilag. Ugye az éjsimítás, azt nem kell mondanom, hogy miért jó. Alacsonyabb felbontáson is esetleg szép simák ugye az élek, nem recézettek, nem ilyen fűrészfogasak az ilyen átlós görbe élek sem. Ugye beszéljünk egy kicsit az anozotrop szűrés, az meg azért jó, mert ugye a régebbi játékok főleg, a mostaniak is egyébként dolgoztak úgy, hogy a távolabbi textúrákat, azokat így elmosták. Mármint ilyen mosottas voltak a távolabbi textúrák, ugye. Így oldották meg, hogy kisebb gépigénye legyen a játékoknak, viszont most már például Mafia 1 ugye max beállításon is teljesen jól megy, és nincs az a gond, hogy ugye megakadjon, de nincs benne ez a funkció, nincs ez az anozotróp szűrés, viszont a videokártyának beállítjátok, akkor a távolabbi textúrák is ilyen gyakorlatilag tűélesek lesznek. Mondjuk egy példát rá, például ott bal oldalt van az az épület, és az ablakai tök szép élesek, még akkor is, hogyha nagyon távol vagyunk tőle. Ez, hogyha nem lenne az otthon szülés, akkor valószínűleg ilyen mosottasabbak lennének, és amikor közel érünk, akkor váltana át élesre. Szóval így tudtok egy kis plusz kis grafikát hozzáadni a játékhoz, hogyha mondom, de persze általában nagyon sok játékhoz vannak különböző textúrapakok, meg modifikációk, amik szebbé rajzolják a grafikát, de ha esetleg nem akartok ehhez nyúlni, szeretitek a Mafiának az eredeti grafikáját, az eredeti textúráját, ha már így szoktátok meg, ez ad egy hangulatot nektek, vagy így ad a játékhoz hangulatot, ez akkor meg tudjátok így is oldani régebbi játékokkal ezt. Ez persze újabb játékokkal is megoldható, de ott nem biztos, hogy a gépfejtek fogja bírni a 16-szoros anozotrop szűrés, meg a 8-os éjsimítást. Persze nem azt mondom, hogy nem bírja, de mondjuk egy Watch Dogs-nál ilyet beküldtök, azért lehet, hogy a gép nem fogja szeretni. Na, meg is érkeztünk a bárhoz. Egyébként ez egy nagyon szívás küldetés, nagyon nehéz. Mivel hogyha a bárba lévő rossz arcok észre fognak venni minket, akkor úgy megbasznak, hogy azt se tudjuk, hogy merre van előre. Na, ezt én elütöm, hogy van itt egy ilyen ellenfél. És ilyenkor szoktak kijönni bárból különböző irányokból. Ez remélem nem fog megtörténni, kicsit távolabb várok meg a... Lehet, hogy azt kell csinálnom, hogy jó messze állok meg. És akkor egy biztonságban tudhatom a társamat, mert a társam egyébként nem fog semmit csinálni, csak ilyen megfigyelő szerepkört tölt be, és hogyha meghal, akkor ugye vége a küldetésnek, amit nem akarjuk. Jó lesz így? Szerintem jó, nem? Azt mondja, egyébként nagyon utálom ebben a játékban, hogy ugye, hogyha elhagytok egy autót, akkor leállítja a motort, és rettenetesen lassan indul újra. Na, a Molotov koktél.
Egyébként ugye nem túl jó, hogyha meglátnak a rendőrök minket Molotov koktéllal flaggálni, de talán most nem fognak. Néhány játékban, vagy néhány küldetés volt, hogy itt ki szokták kapcsolni a rendőröket. Szoktak ilyet csinálni. Molotov koktél. Gyorsan meghintjük ezeket a verdákat, és akkor húzunk a francba minél hamarabb. Ó, és nincs több Molotov koktélom. Baj. Nagyon gyorsan, ezt még le kellene amortizálnom ezt az autót. Egyébként nagyon jó a játékban a törésmodell, és basszus. És nagyon szépen le lehet amortizálni a kocsikat, és ami durva, hogy még maga a kaszni is görgöl. Most nagy baj van. Ó, ezt mi, hogy, ezt hogy oldjam meg, ezt. És nagyon idegesít. Jaj. Jó, tök mindegy, hol állok meg szerintem ezzel a verdával. Hát tehát is az a küldetés. Emlékszem, hogy ezelőtt is nagyon sokat szoktam bele. Azon gondolkozok, hogy tudnám megoldani. Jaj, és most nagyon elcsúsztam, mivel nem is. Nem sikerült elütnem teljesen azt a csávot, és ilyenkor jönnek ezek a barmok. Próbáljuk elütögetni őket. Az a nagy probléma, hogyha messzebb megyünk, akkor ugye beszállnak az autóba, és úgy akarnak jönni, ami nagyon nem jó. Nagyon nem jó. És meg is történt, be is szálltak. Nem akarok messzebb menni, ez miatt. Inkább egy kicsit csalogassuk őket gyalogosan. Ó, jaj, ne. Hát, nehogy kijöjjenek. Na, most miért állt meg a verbe? Apám! Hát mi a fasz van? Menjetek a picsába innen el! Ezt kapjátok ki, buzik! Ott hal meg a haverom, jó. Miért ilyen rohadt nehéz ez a játék? Nem értem különben. Annyit is szoktam fel régen, és annyira jó ez a játék, mert minden csak ez a nehézségi szint, ez nem fehérem benne való. Ahogy né, most talán meg semmi sőt. Nem kell fel. Ó, nem. Valahogy úgy kellene ezt a kettő darabot a koktélommal, ugye? Valahogy úgy kellene elhajítanom. Hogy kettő autót érjen. Próbálkozunk vele. Ne arra úgy jöttök, hogy itt szopok vele, de nem akarom megvágni a játékot, mivel azért itt folyamatosan beszélek, akkor itt tök értelmetlen dolgokat fordulnék össze, nem? Próbáltam a két autók közül, hát egyiket se érje el gyakorlatilag, azt nem most. Akkor sokra mentem ezzel, ja. Várjunk csak. Komolyan nagyon nagy faszt kapok ezektől most már. Na, ez egy nagyon jó ötlet volt eddig. Spurizzunk, ezt próbáljuk meg megbaszni azt. Csak egy van? Egy van, jó, új, ezt megverem én. Vészbújtővel nem érdekel. Gyere csak, papa. Úgy, ugye, hogyha felhúzzátok a baseball-tőt, ezt hogy lehet felvenni? Jó, nagyon jó. Ah! Amit, hogyha hosszan nyomjátok, akkor így felhúzódik a baseball-tő. Tárasz be, öcsém! És akkor sokkal nagyobbat tudtok beleütni. Jó, az most... Kicsit vagy fasz volt, jújjj. Kiirtottuk az egész bárat? Árat. Jó. Jó, a csapos az megmaradt. Nem gáz. Hú, de jó, hogy így kifutottuk azt a így. Megdöglöttek itt, úgymond. Jó, van, oké, akkor most szépen baseball-tővel szétcsapjuk az autókat. Legalább meg tudom mutatni, milyen jó, tök jó törésmodell van. Nézzétek meg, például, hogyha itt megcsapom. Látjátok?
akkor nézzünk más, mondjuk. Nézzük meg itt ezt a lámpát, próbáljuk meg lejutni róla, jó? Nem tudom, hogy tudok célni. Ez lehet, hogy nem oda ment. Ez inkább így a motorháztetőt találja el. És ami több durva, hogy gyakorlatilag a kaszni is deformálódik, csak most annyira nem látom, nem tudom miért nem. Lehet, hogy ez kicsit masszív ez a belben, nem tudom. Megpróbáljuk a következő úton talán jobban látni. Ja, ott a sárvédő, látjátok? Be lehet így hajtani gyakorlatilag. Tök jó. Oké, ez jó. Nem egy ilyen statikus kaszni az egész, így az autó, hanem lehet így hajtogatni. Ott is például, hogy ugye látjátok, ott a hátul így hajtódik ki. Így az ajtó is feszül. Ezt még próbáljuk meg kihajtani? Nem mehet. Ja, elég furán találja a baseball ütő, nem nehéz eltalálni, vagy nehéz megfejteni, hogy hova fog becsapódni. Ugye itt ugye nincs is célkereszt. Na, kicsit húzzunk bele. Egyébként, hogy én gyorsan ütök, akkor nem. Azt néztem, mint hogyha elvileg felhúzzátok így, hosszan tartjátok, akkor nagyobbat ütök. De mondjuk ilyen autószérvelésnél, ó, asszus. Az autószérvelésnél teljesen jó. Kicsi ütések is, ahogy nézem. Na, ez egy elég jó megoldás volt. Ezután, hogyha véletlenül játszok még Mafiát, ezt fogom csinálni, hogy bárba írtam ki őket inkább, mint hogy kijöjjenek utánam. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Nagyon féltem ettől a küldetést, de tök jó, csak egyszer haltam meg. Na, menjünk. Ja, és egyébként nagyon-nagyon ciki az a helyzet, hogyha beszálltok az autóból, elég könnyen kirángathatnak, mert ugye úgy működik ez a dolog. Beszálltok az autóba, és akkor nyomjátok az előre gombot, akkor még csak így szépen elindul a motor előre. Vagy nem. Igen, és akkor egy csomó idő múlva indultok el. Ez tök szar benne, úgymond. Ja, azt akartam mondani, nem tudom, azt említettem, hogy folyamatosan fogjuk megtanulni, hogy kell feltörni autókat. És azokat a típusokat fogjuk tudni. Feltörni csak, amit megtanultunk. Jajjaj. Szóval nem mindent. Jó, el kell van fordulnom. Ott a, hol van a bár, ahol gyakorlatilag lakunk, ott egy ilyen autószerelő műhelyből fogja folyamatosan megmutatni különben egy srác, egy autószerelő. Amúgy most így eszembe jutnak a dolgok, hogy mi lesz ebben a mafiával. Tök jó, nagyon jó ez a játék. Tudom egyébként, hogy már 4 darab sandbox játékkal játszok, de nagyon vonz a Mafia 2 is, de azt mindenképp csak arra az időre fogom hagyni, amikor végig tolom ezt is. Tényleg ne az legyen, hogy ilyen 8 játékot tolok párhuzamosan és nincs időm semmire, hanem végzek a Mafia 1-el, akkor fogok csak Mafia 2-zni. Ígérem. Aj! De nagyon-nagyon durván törögnek, forognak ezek az autók így az aszfalton. Jó, mindjárt ott vagyunk. Egyébként látjátok, változnak a napszakok is szépen. Nem sokára éjszaka lesz. Nincs óra. Nem volt óra a játékban? Nem, úgy látom. Jaj, de hülye vagyok, patfonnal megyek. De úgy látom, hogy egyébként ennél a küldetésnél kivették a rendőröket. Némely küldetésnél van ilyen, hogy van ilyen segítség a játékban, hogy nem kikapcsolják a rendőröket a városba, hogy ne legyen egy amúgy is szopós küldetés még nehezebb, akkor azért lehet száguldozni, nem érdemes bekapcsolni akkor azt a dolgot, tudjátok, ami visszafogja a sebességet. Jó, oké, kösz, hogy ide jöttél. Úrra, nagyon várom, azt várom egyébként nagyon még, hogy vidéki területet tudják mutatni, azok nagyon jók. Meg jobb autók, persze. Lesznek még versenykocsik is. Tütüt. Jó úton fordultam? Rutinból tudom már, hogy hol a bár. Be kell menni hátra? Mondjuk menjünk be, nem? Kipróbáltam volna ezt a korszakot egyébként.
nincs hangulatos. Ó, nem ide kell zónálni. Vagy lehet, hogy be kell gyalogolni. Na mindegy, megnézzük. Ez kiszállás. Igen, itt van ez az autószerelőműhely, majd itt fogja mutatni egy srác. Van azt hiszem hátsó bejárat a bárnak, de hol? Hol vagy? Ez az? Nem, pedig meg én úgy emlékeztem, hogy hátulról is be lehet menni. Összekevertem. Grafika szerintem különben tök hangulat, és az épületek nagyon szépek. Igaz, egy kicsit olyan mindegyik egy ilyen tömb. Nincs semmi kiemelkedő dolog rajtuk. Ó, lehet így vetődni egy dupla mozdulattal, például egy dupla A-val ugye oldalra. Na, hát mi van? Ha mondom, én van hátsó bejárat. Hol a faszból? Jó, jobb gombot kellett nyomni. És közben meg bemegyünk elő. Na, na! Jó, ja, és a garázsba bekerült az új autó. Na nézzük. Átlépem, arra ugyatok, mit kell. Ja, Vincenzo, igen, ő a fegyverkovács, a fegyverkereskedő fent az emeleten. Ja, és most már itt ki lehet menni hátul. Lehet, hogy eddig nem volt nyitva ez az ajtó. Igen, eddig lehet, hogy nem volt nyitva, de most már egy direktben nyitva. Nagyon jó. Na, menjünk fel össze a Vincenzóhoz. Ugye itt egy kicsit már kezdik elengedni a kezemet, mármint nekem kell csinálnom a dolgot. Jó. Erről van Vincenzo. És akkor ad fegyvert nekünk itt, ő mindig. Mindig az aktuális a küldetéshez. Úgy tudom, úgyhogy nem lehet itt túlvásárolni magad, hogy nagyon sok jó cuccot vegyél, nem mindig így ad egy olyan dolgot. Hát, kaptunk egy pisztolyt, jó? Nem lehet átlépni? Oké, ennyi. 12 darab lőszerrel. Szuper. Na, beszélünk a... mivel lehet elrakni a fegyvert, valamivel el lehet a... Ha, mint hide. Nagyon fontos, hogy elrakjátok a fegyvert kint a városba, amivel rendőrök nagyon nem szeretik, hogy... Na, és talán megtanulhatjuk az első ilyen autófeltörést is. Jó. Lehet, hogy egy kicsit halk a játék, nem? Hangosítsak rajta egy picit. Egy nagyon minimálisat szerintem hangosítunk. Ahogy. Nem videó, audio. Az volt, az is ott volt ott. Na, majd nézzük így meg, nem? Ja, és megtanít, itt tanít meg, hogy kell feltörni ezt az állat, és akkor utána fogjuk tudni. Miért ilyen rohadt itt halk ez a játék? Hát beszélt hangok azok nem is halk. Ha, jöhetek ilyen? Nem is tudom, hogy kell. De ennyi, ja, ilyenkor megy egy ilyen csíp. És akkor figyelni kell ugye arra, hogy akkor rendőr ne lásson meg. Na hát ne veszekedjetek a helyetem. Vicces erő. Hú, ez már jó, a gyorsabb. Ilyenkor mindig megszoktam figyelni, hogy vannak-e rendőrök az utcák. Ha nincsenek rendőrök az utcákon, akkor nem érdemes ugye bekapcsolni azt az ilyen sebességszabályozó dolgot. De ha vannak, akkor viszont érdemes, mert nem jó mindig megállogatni és fizetgetni a lóvét. Amúgy szerintem nincs lóvék, ugye? Nincs pénzünk.
nem akármi. Jó, vannak rendőrök is, le is intettek, legalább megnézik, hogy ez hogy zajlik, ugye mindenkit megállom. És ugye fegyvertel erő, nagyon fontos fegyvertel, hogy kiszállom. És kifizetjük ugye a bíróságot, mert hogyha nem csinálnénk ezt, akkor még nagyobb szarba lennénk, és egyre jobban köröznénk minket is üldöznél. Ilyenkor vonódik le pénz valahonnan, nem tudom egyébként, hogy hol van nekünk a számlánk, vagy mennyi pénzünk van, de szerintem sehol. Csak mindig ilyen. Nem is vonódott le, úgy emlékeztem egyébként, hogy le van. Egy másik játék? Na mindegy. Jó, oké, okay. Ilyenkor F5, és akkor bekapcsolva adjuk ezt a sebességszabályozó szerkezetet, vagy eszközt. Na nézzük. Érdemes rá pillantani persze a műszerfal adó részére is, ahol van a benzinnek a mutatója. Az se túl jó dolog, hogy kifogyasztanánk. Ha meg igen, akkor autót váltunk. Bár még nagyon-nagyon kezdetleges ez a dolog, már kevés autó között tudunk válogatni. Mivel talán kettőt tudunk feltörni, azt a boltot, meg ezt. Ennek is az a neve, hogy bolt. Mármint pont amelyik előtt tudnak, mert egy olyan ugye, mert azt hiszem azt fel tudunk törni, meg egy ilyet, amivel most közlekedünk. Na ugye egyébként védelmi pénzt kell beszedni, ahogy láttam. Biztos vagyok benne, hogy valami rossz dologba keveredünk, mivel nem kaptuk ma a pisztolyt a nagy semmiért, ugye? Még elég unalmas is lenne a játék, hogyha csak kap tíz bár. Megnézzük legközelebb, hogy a garázsunkban mégis hogy tudunk válogatni a járművek közül, mert azt is elfelejtettem. Subidubi. Na, hova állok? Ja, a játék elég szabadon kell. Ja, ott oda. Ilyenkor azon a kis radaron jobban látni, és hova kellene állnunk, és mit kellene csinálni. Ja, nézzük meg, hogy mi van. Jó, hogy nekem nem is kell menni, ennek álljon előre. Egyébként, ha ilyenkor nyomtok egy balgombot, akkor itt tudtok nézelődni. Ez egy jó dolog. És jobban meg vissza. Bár mindig abból a lézerből nézelődtök, amiben így vagytok, mert hogyha ez mondjuk jobb lett volna ez a dolog, hogyha hátulról van a kamera, és akkor így látjuk is, hogy mi történik. Ebben az épületbe mentünk be talán. Haver! Mi a fasz? Mi, hogy itt ide be lehet menni? Itt járókelők vannak, valami kibamaszkálnak az emberek, láttátok? Na jó. Üldözgetnek minket, úgy látom. Hát ne arra gudjatok, de nem kapcsolom meg, vagy nem kapcsolom ki ezt a sebesség cuccot, hogy kikapcsolja, és akkor bekapcsol, vagy végezek a jövendől. Jó. Belehúzunk egy kicsit. Figyeljük a rendőröket a radaron, oké? Okay? Nem mint hogyha így átlépnénk a sebességet, tehát azt mondom, hogy nem dombnak felfele, vagyis olyan hill. Ez a baj, nem olyan túl nagy az a radar, és elég későn veszük észre néha a rendőr bácsikat. Hú, 70, nem megyünk, 70 mérföldel. Gyakorlatilag 100 fölött tempóval mentünk ezzel a 1000 éves kocsira. Az agy neki. Nem jó élet. A felelje meg. Inkább mégis maradjon bekapcsolva ez a szar. Hogy örültem neki, hogy 100 fölött mentünk. Ami 100 km per órával. Ugye 60-70 mérföldre közlekedtünk már. Itt lehet rövidíteni, van egy ilyen jó, nézzétek. Sövő. Egy kicsit elő hülyeség. Na, jó.
Végül. Látjátok, tök frappó. Most olyan bízok benne, hogy az kerítést kiviszik. Bázzon, nehogy már! És kitöltem a kerekét a olyan. Komolyan, az első kerék így. Ilyen oszcilláló mondja, hogy végül a nyelvem okozom. Ilyen. És egy rendőr mögöttem. Nem faszom. Hova kell menni? Hát menekülni kell, akkor nagy bajba leszek. Ez az hülyeség volt. Na várjunk, csak ott egy ugyanolyan autó, mint a lenyém, ugye? Szerintem. Csak pirosban, igen. Oké. Nagyon fontos az autó feltörésnél, hogy ugye ne lássanak meg minket. Rendőrök, mert akkor kapásból eléggé. Úgy indulunk, hogy ugye üldöznek minket, ezért most nagyon óvatosan körülni. Ó, ez nem olyan autó. Ott szembe, ott szembe. Ja, és mindig körülnézni az utat, gyerekek. Na most ezt komolyan mondom, mivel nagyon sokszor előfordult, ez se olyan autó, hogy rajtam. Olyan autó szerintem, csak ez valami ilyen izai verzió, valami kombiszerű szóval. Hát fiúk, gyertek, mert most kell egy autó, mert ez így nem jó. Komolyan. És te ezzel szórakozok, bocsánat. Busszal mégsem mehetünk. Ó, telefon szúrja. Nem lehet telefon. Bazd meg, mi volt ez? Öcsém! Ez megállt valahogy. Na, ez pont egy olyan autó. Ez durva volt ez a fékezés, azt hittem előtt minket. Jó, rendőr, ugye nem csak a rendőrautókat érdemes figyelni, hanem a gyalogos rendőröket is. Jó, talán. Hát miért nem? Nem tudom feltörni, hogy innen kell. Innen kell. Ez meg mi történt ezzel? Ezt nem is figyeltem. Majd visszakérdem a videóban, miért feküdt le az autó mellé. Jó. Lehet, hogy. És ez elvileg igen, az, azért ugye, azért tudtuk feltörni, mert ez ugyanolyan autó, mint a miénk csak pirosban. Ó, erre vigyázzak, ígérem. Ja, ez a helyszín. Itt bármit lejártam volna, nem? Na, ott szálljok ki. Nem jó helyen vagyok. Kiszállni, köcsögök. Heffel hátére lecsaptam a csávót meg az életét. Ilyenkor mi van? Mehetünk? Egyébként azt nézem ebben a játékban, nem túl sok üvegfelület van, nem? Ilyen kis mat minden. Az autókon kívül nincs is üveg. Amit nem lehet belátni sehova. Ugye az GTA-ban azért így be lehetett látni, amit tudom én a fegyverkereskedőt, az a vasodába az egyik küldetésbe. Itt meg ilyen teljesen zárt dobozok az épületek. Erre a basz meg a csak. Okem. Ne! Komolyan! És végre megyünk vidékre! Ahhoz a benzinkúthoz kell menni, ott lesz a balhé, jó, de jó, és mennyire hangulatos ez a hely. Na nézzük, gyertek, megmutatom. Most ne kapcsoljátok ki a gameplayt. Komolyan, hogyha utáljátok is a hangom, vagy bármi, vagy... De ezt meg kell néznetek, ezt a vidéki részt. Ugye ez még elég ilyen kezdetleges kis vidéki rész lesz, nem nagyon engednek ki minket nagyon messzire még. Viszont nagyon hangulatos lesz ez a kis benzinkút, ezt imádtam. Annyira visszaadja ezt a 30-es éveknek a hangulatát. Szuper! Júj, és a repteles pályán is milyen tök jó lesz majd. Ami odébb lesz még, de most nézzük meg ezt a benzinkötös dolgot. Ugye letértünk a térképről, azt mondja a
hogy is kijöttük a városból gyakorlatilag, ugye itt már így magunkra vagyunk utolva, hát igazából sok minden ugye nincs. Ott egyébként itt van bal oldalt a reptér, ha jól emlékszem. Ez lesz az, itt lesz egy ilyen több küldetés is, de nagyon jó kis hangulatos az a rész is. Az a, ja, ott egy földút lenn, ott kell volna mennünk, lemegyek a földútra, nem érdekel. Hát ennyi volt a földút, pedig tök jó, vagy jó. Na mindegy. Igen, és ez biztos az a reptér. Jó, hát menjünk. Nagyon nagy része még a zónáknak le van zárva, ahogy látjátok. Még így be van határolva, hogy hol mászkálhatunk, de ki kellett kapcsolni? Miért 40-ben lehet itt is menni? Azt mondja, hogy neveket én itt kikapcsolok. Kicsit menjünk gyorsabban. És itt lesz jobb oldalt a benzinkút. És ez a kis motel, vagy nem is tudom mi, újra jó, de nagyon jó. És lesz itt egy olyan animáció is, ahogy bálok királyon, emlékszem. Ezt nézzétek. Nem lép be már ezt. Van annyira filmbe illő jelent, hogy így begördül egy ilyen. Erre egy ilyen, mármint egy ilyen benzinkutya. Itt a kapásból lövöldözés lesz. Talán igen, itt meg is sérül, el kell vinni majd orvoshoz. Egyik tagot, de ki kell pucolnunk itt az egész motel gyakorlatilag nekünk. Mi is oda? Hú, ilyen karikákat fújtó. Mi is oda az olaj, vagy ilyen benzinkutas cég, vagy ez a... Tudjátok, olyan, mint a MOL, csak éppen... Amerikába. Texaco, ugye? Texaco. Olyan ilyesmi. Gondolom, nem akarták ugye ugyanazt a nevet adni itt, de hasonló név van a benzinkúton. Tell Salieri, from here on out, this place is ours. Capisce? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Jaj, nem ebben a küldőben kell kipucolni, hanem a következő. But I gotta get you to a doctor. That'll wait. First, get sand. Na jó van, azt hiszem, oké. Mehetünk kipucolni. Betalmaztatjuk, és akkor... Jaj! Nagyon fontos! Eztnek az autónak soha ne hagyjátok a kerekeit kilövetlenül. Nagyon gyors autó, és ezen fog menekülni majd a kis geci, rossz arcú. Nem lövitek ki a kerekeit, meg fog lépni, komolyan. Hoppá, kutya. Nem vagyok állatkizó, de ezt... Kurvára, jó lenne kilövni. Oké, jó. Kerekek kilőve. És ennyit a lőszerünkről, ugye? Faszom. Beidegesítő az szélmalom, vagy itt tudom én mi ez. Na van. És ugye máshol nem tudunk felmenni, mint itt. Hogy te, hogy? Kicsit olyan. Na már. Aztán mondjátok, hogy nem a space-szel mászik, ugrik, mert akkor öngyilkos leszek. Milyen franca mászik ez a csávó? Jump? Ki a faszomra... ilyet? E betűvel is jó. Nem biztos, hogy olyan túlzásban a mozgást, úgy lépeget egyet. Jó! Ó! Üvegfelület, vagyis átlátszó dolog. Ja, budi ma egy csávó kapásból, vigyázzatok mindig. Bum! 51 HP-t, nagyon jó. Gold. Search. Yeah. Melyik a jó? Ilyen fasz. Ha lőjél már! Nincs belőszer.
Tök jó, hogy 500 lövés múlva hal meg. Fazd meg! Nem lő. Úristen! Figyelnem kell a lőszerre, mert itt fogja magát is, akkor hogyha nincs olyan fegyver, amiben van lőszer, vagy olyan fegyver van, amiben nincs lőszer, akkor így áll, mint a lófasz, és akkor nem csinál semmit. Jó, ebben van lőszerem. Tárazza a öcsém, mert nagyon kúzod egy ufát. Végre. Itt van a izé, gépfegyver. Jó. Meg vagyok nyugodva. 50 darab lőszer, ugye? Tárba is van, oké. Hogy kell itt lopakodni, vagy gugolgatni, vagy valami? Ezt még gyors megnézem. Pillanat, ne haragudjatok. Itt van a jobb kontroll. Miért a jobb kontroll? Miért nem bal kontroll? Komolyan. Vasdal mozgunk, és akkor ott a jobb kontroll, nem tudom, hogyan tudnék meg birkózni azzal, hogy még ugorjak is. Na. Zárva, zárva. Ó, itt biztos lesznek, nagyon gyanús. 18 HP. Tök jó. Senki. Szekrénybe fogadni mellnék, hogy a szekrény. Nagyon gyarúsak ezek a szekrények, nem? Vagy csak nekem. Én vagyok ilyen paranoid. Paranoid. Itt a fürdőben lesz akkor a tüzérő. Ja, és azt annyira szerettem ebben a játékban, hogy ilyen helyekről lehet HP-t szedni. Annyira ilyen, nem tudom, életű, nem? Ugye csak ilyen csomagból lehet, ilyen HP-s csomagból, meg ilyen falról. Menjünk le, úgy érzem. Ezt próbáljuk kiírtani, nem tudom, 48 HP, nem sok. Semmi nem jobb, ott van egy csávó. Húha! Durván visszalúg ez a fegyver. Eha. Nem szabad nagyon be sorozatokat lőni. Ó, hát én nem akartam kiugrani. Ennyi volt. Ki? Ugye elgondolkoztam, hogy lelőjem-e, vagy nem lelőjem-e, de nem tudtam, hogy lelőjem-e. Ez mi? Mit feszélgeti magát? Mi a fasz? Úristen. Hol a haverunk? Nem tudom, mivel táraz, mert megint miért nem az erre táraz? A hülyeségek vannak itt komolyan néha. Hol a reload? A mi a ki? Most őszintén, ki az a hülye, aki az L-lel táraz? Vagy ki az, aki arra rakja az R-re, L-re rakja a tárazást? Get up, Sam. Ejha! Fosz téma van, ez nagyon kemény az a csávó. Jó. Meghaltunk, vagy meghalt a haver? Ja, itt a haver, menjünk már. That's it. I'll get you back in the car. Everything. Don't move, scumbag, or I'll Igen, és itt szökne meg, ugye sárga autóval szökik a csávó. Ja, nem lőttük volna ki a kocsi kerekét, akkor cuminált volna, mert sokkal gyorsabb, mint a nyíj. Just stay cool, everything's okay. És valószínűleg, hogy megmenekült volna, vagy elmenekült volna. Just try it. No. God. Don't. Itt viszont így nagyon egyszerű összekapni.
Oh, nézzétek! Újra jó. Menjünk. Menjünk, menjünk. Jaj, de jó. Ki lehet ugye nyúlni az ablakon, szépen. Na. Tomzonnal nem. Tomzonnal nem tud, úgy látom. Csak ugye ilyen. És így is milyen gyors, látjátok? Tehát mekkora szitzomi, amikor normális sebességet tud közlekedni. Új, lesz is. Irányos összeg a utat ember. Meg is van. Jó. Ennyi volt. Igen, és... Jaj, de jó. Azt hiszem az az autó, amit üldöztünk, az is bekerült most a... Most a garázsunkban. Már nem biztos. Majd megnézzük mindjárt. Most csinálunk egy olyat, hogy... Nem akarok kimenni a városba, így harcolgatni. Majd küldetéseket csinálni, hanem mert nézzük meg, hogy mi van a garázsunkban, és hogy lehet ezt elérni. Jaj, nem, ez Ralph-val kell megint beszélni, azt hiszem a Ralph az a... Az autószerelő... Jaj, és itt vannak! Igen, itt lesznek a sporval. Hát nem valami nagy gond, kocsik vannak. Ő a Ralph, igen. Na, gyere, gyere, ember. Hát, hey, Ralphie, you got some news about this job? Jaj, ó, megint hosszú lesz ez a gameplay, ugye? Szúvasszus, el kellene egy kicsit vágnunk. Most ezt a jövés versenyes küldé talán. Annyira jó küldetések vannak egyébként ebben a játékban, csak bírtam régen. Nem tudom átlépni, ne aludjatok. Lehet, hogy itt megszakítom a gameplayt, és akkor folytatjuk majd a következőben, mert tényleg így rohadt hosszú lesz. Na, hogy ezt is fogom csinálni, akkor el is búcsúzom így videó alatt, és akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok a csatornára fel. Sziasztok!